Megérkezett Ukrajnába az első három német légvédelmi feladatok ellátására alkalmas gepárt harckocsi, közölte Oleksii Reznyikov védelmi miniszter. Ezek a fegyverek komoly segítséget jelenthetnek az ukrán hadseregnek az orosz légitámadások elleni védekezésben. A tárcavezető az ukrán állami televíziónak adott nyilatkozatában beszámolt arról is, hogy a gepárdokba való több tízezer lőszer is érkezett a szállítmányban. A február 24-én indult orosz inváziós hadművelet óta ez a második eset, hogy Németország nehéz fegyverzetet adott át az ukrán vezetésnek, miután júniusban 7 PZH 2000 önjáró löveg érkezett, amelyek a hatótávolsága 40 km. Berlin összesen 30 gepárdot és 59 ezer lőszert ígért a kievi vezetésnek további 12 gépágyút is júliusban várnak Ukrajnában. Az önjáró légvédelmi gépágyú 6 kilométeres távolságon belül képes repülőgépeket, helikoptereket, drónokat, illetve távirányítású rakétákat lelőni. Mindezen felül Németország három Mars 2 típusú rendszert, további három PZH 2000 önjáró löveget, IRIST rövidhatótávú légiharc rakétákat és három műszaki mentőharckocsit tervez átadni.